estét kívánok, ez a Kezdőkör, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélő műsora, és hát általában ez egy ilyen tényleg felszabadult, vidám, néha persze eredmények okán kevésbé vidám műsor. Most azonban nyilván azzal kell kezdenünk, ami a világsajtót gyakorlatilag percről percre foglalkoztatja és befolyásolja, és hát ugye sajnos a sport sem maradhatott ki ebből a helyzetből, hiszen ugye az ukrán-orosz válságról van szó, és ugye hát sorolni is gyakorlatilag a műsoridő végéig lehetne, hogy milyen szankciókat vezettek be, akár csak a sportterén az orosz csapatok és válogatottakkal szemben. Erről ezzel kezdjük majd mai beszélgető partnereimmel a műsort. Itt van velünk Somos Zoltán, Németh Krisztián, és hát ezúttal is Horog László. Aci, köszönjük szépen megint, hogy itt vagy. Szóval, ugye kirobbant sajnos ez a szörnyű helyzet, ez a háború, ugye Oroszország megtámadta Ukrajnát, és a sportvilágban nagyon sokan azonnal reagáltak. Most tényleg lehet a nagy gázszolgáltatónak a szponzorációját ugye a Schalkénál idehozni. Ugye ott van a Forma 1, ahol azonnal törölték, vagy majdnem azonnal törölték a szeptemberi orosz nagydíjat, ugye, ami Szocsiban rendeztek volna meg. Ráadásul van egy amerikai csapat, ez egy különlegesen faramúci helyzet, egy amerikai csapat, amelynek orosz főszponzora van, amely főszponzornak az egyik tulajdonosának az orosz gyermeke versenyzik, ugye a Haasról van szó, és ugye Mazepinről, ők ugye levették az orosz színeket és a főszponzornak a nevét. Most a héten dől majd el, hogy Günther Steinerék egyáltalán folytatják az együttműködést, és hogyha nem, akkor marad-e Mazepin a csapatnál. Az orosz labdarúgó válogatottakat minden szinten kizárták. Ez ugye befolyással van a március végi világbajnoki pótselejtezőkre, ahol egyébként akár még az a forgatókönyv is fölállhat, bár lehet, hogy mire ez az adás lemegy, addigra döntés születik ezzel kapcsolatban, hogy a magyar válogatott játszik majd a lengyelekkel, félbeszakították Szocsiban a vívóknak az egyik világkupa versenyét, töröltek leendő versenyeket, tehát itt lipcseiek ugye tovább jutottak játék nélkül, már most a Lokomotív Moszkva kizárása miatt az Európa Ligában, lehetne sorolni, milyen hatásai vannak. Kell ez? Kérdezem én, miközben ugye azért nagyon-nagyon sok orosz sportoló, például Daniil Medvegyev, a tenisz világranglista jelenleg első helyen álló teniszező is felszólalt a háború ellen. Hol lehet meghúzni azt a határt, amikor mondjuk, mert az teljesen normális szerintem, hogy egy Schalke azt mondja, hogy én innentől kezdve, és ugye ezzel itt az UEFA is felfüggesztette a szerződését az orosz gázszolgáltatóval, tehát hogy ezt megszünteti. De hogy ez mennyire normális? Emlékezhetünk, a délszláv háború ide Jugoszláviát zárták ki az Európa-bajnokságra, hogy akkor nyertek a dánok. Szóval mit szóltok ezekhez az intézkedésekhez? Hát a helyzetek az abszurditása, most pont az utolsó szavadba belekapaszkodva, lehet, hogy Laci még emlékszik rá, annak idején volt, még mielőtt a délszláv válság kirobbant volna, akkor sorsoltak valamilyen nagy labdarúgó világeseménynek a selejtezőire, és volt egy magyar szakember, és nem akarom most mondani, hogy ki, mert nem biztos, hogy jól emlékszem, aki azt merte mondani, hogy tulajdonképpen jó lenne, hogyha a magyar válogatott Jugoszláviával kerülne össze, mert szansz van rá, hogy azokat majd előbb-utóbb kizárják, ami a mi esélyeinket növeli. Na most ez egy nagyon morbid és talán nem is túl kultúrált gondolat, de teljesen beigazolódott, olyan értem, hogy ugyan a magyar válogatott még egy teljesen kiherélt és gyenge csoportban is, akkor éppen a vagy utolsó előtti lett eléggé gyenge időszaka volt az a magyar focinak. De ugye megtörtént, hogy 92-ben az EB-re kijutott jugoszlávokat utólag kizárták, Dánia pedig egy Európa-bajnoki címet köszönhetett ennek, miután a selejtezőből egyébként be se került a mezőnybe. Ugye a strandról hívták őket vissza. Hát ez a legenda, hogy a strandról nyilván nem így volt valójában, de ettől függetlenül ez mutatta, hogy a sportban milyen abszurd helyzeteket hozhat egy ilyen. És most is nyilván nagyon sokak fejében megfordul ez, mert miközben egyébként az akkori jugoszláv válogatottban világklasszisok sora játszott, akiket tényleg öröm volt nézni, ez még egy más Európa volt, más futball, mégis tényleg óriási játékosok, akikkel kapcsolatban szerintem ember nem gondolja azt, hogy megérdemlik, hogy mondjuk ne játszhassanak egy világbajnokságban, életük nagy eseményén, ugyanígy vagyunk most is a sportolókkal.
De azt gondolom, hogy először is ebben a műsorban is a legelső, amit ki kell fejeznünk, az a szolidaritás mindenkivel, aki bármilyen szinten áldozata ennek a háborúnak, mert ez is egy olyan háború, aminek biztos, hogy nem lesznek nyertesei. Lehet itt világpolitikai vagy hadi szempontból elemezgetni a dolgokat, szerintem ennek csak vesztesei lesznek, és elsősorban azok, akik mindenüket elvesztik, legrosszabb esetben az életüket, vagy az eddigi életüket. Ehhez képest nyilván egy pehelysúlyú probléma, hogy mondjuk egy orosz jégkorongozó játszik-e egy világbajnokságon. Ugyanakkor meg akinek ez az élete, és semmilyen befolyása nincs a politikára, ugyanúgy elszenvedi őrült helyzetek, vagy őrült embereknek a döntéseit, az iránt tényleg ugyanúgy jogos a szolidaritás. Én nagyon-nagyon szív, hogy mondjam, szorongva nézem ezeket a híreket. Megvan a véleményem a politikai helyzetről, megvan az indulat is bennem, meg is van az álláspontom, hogy kit tartok felelősnek, de azokat biztosan nem, akik most úgy járnak, hogy adott esetben nem léphetnek pályára, nem játszhatnak hazai közönség előtt, egyáltalán nem játszhatnak, kizárják őket, és akkor még... Hát a hazai közönség előtt nem játszhatnak, aztán a legkevesebb és a legnormálisabb része. Igen, volt. Itt az a kérdés, hogy valóban kell-e mondjuk ilyen szankcióval sújtani akár klubcsapatokat, akár válogatottat? Szerintem ezt mérlegelték korábban egyébként a Spartak Moszkva játszan a Lipcsében, hogy a Zenit kiesett a legutóbbi körben. Lokomotívot mondtam, nincs jelentősége. Lokomotív azért ugrott, de nekem is már Márko Nikolic ott volt edző, aki a Vidit is trenírozta. Azzal együtt pont a rádióban, a sporthírekben, hogy kocsiba ültem viszonylag sokat, minden órában bejelentenek valamit, hogy elvették a röplabda VB-t, a rövidpályás úszó VB-t, tehát erre szerintem felkészültek. Én úgy gondolom, hogy 91-ben, hogy a jugoszlávokat bejelentették, és a Ivica Oszin volt az akkori kapitány, és volt egy nagyon jó film erről, hogy volt egyszer egy csapat, és akkor zokogva bejátszottak azt a felvételt, amikor kim vannak a reptéren, indulnának az EB-re, és megállítják őket, hivatkozva a 91-es háborúra egy évvel később. De hát nyilván a harcok akkor még folytatódtak, és ott a zokogva Savicevic, a szövetségkapitány és a többi jugoszláv játékos, hogy elvették az életük esélyét. Azzal együtt én úgy gondolom, hogy ilyen háborús időszakban ezt fel kellett mérniük az oroszoknak, hogy ezek a szankciók bekövetkeznek. Tehát a Forma 1, a futball. A futball a leginkább, de a fehér oroszok kapcsán, hogy a jégkoromba érintettek ők hokiban vannak közvetlen a világ elitben. A többi sportágban annyira nem domináns úgy gondolom, hogy a fehér oroszokat is kizárják. Az oroszok meccsénik. Csak egy ilyen geopolitikai problémakörnél a sport valóban sokadlagos tényező. Hát az ebben a nagyon nehéz, hogy... Majd mindjárt Krisztián. Ha úgy viselkedsz. Bocsánat, hát, hogy tényleg nyilván a sportolók áldozatok, nem tudjuk egyesével lebontani, hogy melyiknek mi a véleménye, amúgy kikivel ért egyet, és felelősség nyilván egyik sem tehető semmiért. És hogy ez visszatérő a történelemben. Mindig elmondták ilyenkor, hogy régen az olimpiák, az ókori olimpiák idején ugye a háborúkat is felfüggesztették, annyira szent dolog volt a sport, és aztán utána folytatták adott esetben. Most sajnos ez fordítva történik, amikor fölteszik azt a kérdést, hogy melyik olimpián nyerte a magyar csapat a legtöbb aranyérmet, akkor mindig tudjuk, hogy Helsinki, de mindig humorosan hozzá szoktam tenni, hogy meg Los Angeles, amire nem mentünk el, mert minden magyar sportoló után azt nyilatkozta, hogy őt aranyérmet nyert volna. És ezzel lehet viccelődni, de nyilván mindenki úgy érezte, hogy élete formájában, élete esélyével meg lett volna a szansz, és utólag mi lett volna, ha. És emlékezzünk azért rá, akik akkor éltük, hogy ez egy óriási dráma volt ennek az országnak, hogy úgy döntöttek a mi politikusaink, nyilván szovjet nyomásra, tehát nem saját kútfőből, hogy tesztek rá, hogy itt hány ember tette bele az élete munkáját, már pedig mi menjünk inkább barátságversenyre a Szovjetunióba, mindenki nagy örömére és tiszteletére. És most nem pontosan ugye ez a helyzet, mert tényleg egy háborúról beszélünk, de ezek a sportolók ugyanolyan áldozatai ennek. A kérdésedre válaszolva azt én nem tudom megmondani, hogy ez kell-e, szükséges-e. Az biztos, hogy az Oroszországgal szembeni szankcióknak megvan a maga oka. Nyilván marha jó lenne, azt mondhatnák, hogy jó, de a sportra ez ne vonatkozzon, csak lehet, hogy nem is lehet kivitelezni. Krisz? Hát nagyjából fedi a Zoli mondandója az enyémet. Abszolút nem lepett meg, hogy ezek a szankciók a sportban is előjönnek, hiszen a sport az, ami nagyon, nagyon is reprezentálja a közvéleményben egy ország erősségét, vagy helyzetét. Nyilván az más kérdés, hogy ennek mi az oka, vagy ennek mennyi volt a valóságtartalma, de ezt ne feledjük el, hogy Oroszország ellen azért már egy ideje vannak szankciók a sportban, hiszen orosz csapat néven
futhatnak ők. Már más okai vannak, ugye, viszonylag az olimpiákon. Szervezett doping. Igen, a szervezet, államilag szervezett doping miatt. Tehát ez abszolút számomra egyáltalán nem volt meglepő, de hogy visszautaljak erre a dologra, amikor mi nem lehettünk ott az olimpián, illetve Los Angeles-i moszkvai olimpiára, az szomorú az az, hogy megint itt tartunk. Az egészen biztos. Egy ilyen hidegháborús, háborús és ilyen félhidegháborús helyzetbe sodródtunk. Nekem is megvan a véleményem erről az egészről, meg arról, hogy ki az, aki, vagy kik azok, akik felelősek ezért, vagy kik azok, akik eszkalálták ezt a helyzetet, vagy kik azok, akik az érdekükben állt, ez más kérdés. De engem nem lepett meg ez az egész. Az más kérdés, hogy egyébként ezt a tőkét, amit most elutasít mondjuk a Schalke, vagy az UEFA, ezt majd honnan fogja behozni? Mert azért ez egészen egyértelműen megfigyelhető, ha csak nézzük egy futballvilágbajnokságon a hirdetéseket, hogy itt azért jelentős keleti, kínai és orosz tőke van, azért nem tudom mennyire értetek egyet ezzel, a világ sportjában. És ez most már arab, ami egyelőre hát még arab, maradhat. Hát, igen. Tehát, hogy ezek onnan előbb-utóbb hiányozni fognak. Hát ugye, és ez végtelen sportszerű, azt gondolom, ráadásul két óriási riválisról van szó, ugye a Dortmund vezérigazgatója jelezte, még mielőtt a Schalke közölte volna, hogy akkor meg is szünteti az együttműködést az orosz céggel, csak ugye, először még ugye a mezről való levételről volt szó a logó kapcsán, hogy a Dortmund akkor hajlandó anyagi segítséget nyújtani a Schalkénak, és ugye ők ősi riválisok, tehát hogy ezen az oldalon megmutatkozik a sportnak ez a fajta szépsége. A Bundesligában kellenek erős csapatok, hogy Joachim Watzke, aki a vezérigazgató Dortmundnak. 15 évvel ezelőtt, amikor túlköltekeztek és elképesztő adósságállományuk volt, akkor a Bayern München AG adott jelentős 15-20 millió eurós áthidaló kölcsönt a többi klub beleegyezésével. Tehát ez valóban a szolidaritás létezik. Kicsit visszacsatolva. Az áradékban benne volt az Lewandowski, Götzel, tehát voltak vásárlások. Játékos mozgás. Csak 30 és 40 millió euró közötti összegekért. 84-es olimpiára visszakanyarodva, másodikas gimnazista voltam, a Zoli elsős. Nem, te még akkor általános iskolás voltál, én voltam elsős. Azon a nyáron mentem gimibe, ha nagyon bele akarunk menni, Laci, de te már akkor is. Én már akkor is elsős gimnazista voltam, és Buda István államtitkár bejelentette 1984 májusában egy gyalútlan délutánon számomra, hogy a magyar csapat olimpiai formaruháját otthonka lesz. És akkor én ezen megdöbbentem, és nem is gondoltam végig, hogy ez micsoda kiszúrás sportolókkal. Néztem Andersont, a svédet, aki Növény Norbert helyet nyert, akkor Fábián Laci egész biztosan egyéni olimpiai bajnok lett volna, 15 versenyen emberték meg másfél éven át. Na jó, de ugye a másik része a dolognak, hogy 4 évvel előtte pedig lehet, hogy nekünk volt olyan olimpiai bajnokunk, aki nem nyert volna amerikai részvétel mellett, hiszen úszásban, atlétikában nyilván világklasszisok sora hiányzott akkor az olimpiából, tehát a világrendek akkor ott egymást pofozgatták. Akkoriban sokkal jobban hittem az olimpia eszméjében és az olimpiában, mint most, nem maradt más, mint a családi házunk tetejére Lajoskomáromban, az unokabátyja meszkábáltatta osztrák antennát, ahol az ORF 1-2-n néztem, ahogy a románok rommá nyerik magukat, és nagyon rossz érzéseim voltak. Minden nap volt egy fél órás összefoglaló a magyar tévén, és néztem az osztrák tévén, hogy a keleti blokk azon országai, akik hajlandóbbak voltak elmenni, és kellően bátrak voltak, azok félelmetes olimpiát produkáltak, de akkor gondoltam, és minden olimpia előtt belengetnek valamit. Vagy Tibet kapcsán, tehát mindig vannak olyan aduászok, és a Putyin is visszatérve megvárta a téli olimpia végét. Tehát ő megadta a tiszteletet a sportolóknak. Igazából azt tegyük az, hogy az annyiban nem jó ugye a párhuzam, én csak azért mondtam, mert a sportolók, mint áldozatok, ugyanaz a helyzet egy olimpián, amit egy adott ország önként bojkottál, vagy pedig a nagy testvér utasítására, mert ott olyan államok is kénytelenek voltak ezzel élni, akik egyébként maguktól nem tették volna meg. És egyébként itt a nagy kérdés nekem most is, hogy például egy Schalke, amikor meghoz egy ilyen döntést, vagy egy UEFA, bár az ő pénztárcájukat ismerve őket azért nem sajnálom annyira, hogy valójában ezt azért hozzák-e meg, mert úgy érzik, hogy ez mindenképpen kötelességük és erkölcsileg ez a helyes lépés, vagy pedig hát így fogukat szívva, hogy hát ezt elvárják tőlünk, meg kell tenni, és ahogy Krisztián is célzott rá, valahol majd azért ezt a lyukat foltozni, és az nem lesz egyszerű. Lehet, hogy igazából ebben a helyzetben, hiszen olyan gyorsan történtek a dolgok, olyan gyorsan kellett meghozni döntéseket, hogy szerintem sok esetben ezen nem is volt lehetőséged, vagy ezen gondolkozni. Ezt meg kellett tenni
amikor arról beszélünk, hogy valaki önszántából veszi le a matricát, a logót, bontja föl a szerződést. Ez egy dolog, mert itt tényleg valóban a Sálkénál így döntöttek, még akkor is, hogyha nyilvánvaló volt a közvélemény részéről az elvárás, de nem is volt idő ezen gondolkozni. Az UEFA kapcsán merült föl, hogy na vajon, mert hogy nekik volt idejük, hogy ezen a héten nincs bajnokok ligája kör, és csak ugye a következő héten jelennének meg ismét elsősorban a reklámok élő adásban, ugye az összefoglalókban amúgy is mentek volna, de az UEFA is ehhez képest nagyon-nagyon gyorsan reagált erre, és hogy nem biztos, hogy itt van erre idő ezen gondolkozni, főleg, hogy nem hiszem, hogy akár a Sálkénak, akár az UEFA-nak a tarsajában lenne a következő szponzor, aki majd belép a helyére. Hát jó, egyébként azért most én amennyire láttam, meg tudom, azért egyes német cégek itt eléggé megerősödtek a tőzsdén, amelyek a hadiparban érdekeltek, szóval itt azért lesznek tőkerős cégek, hogyha ez a helyzet sajnos így marad, de nem is ezt akartam mondani, hanem például a Chelsea esetében azért érdekes dolog, ez ugye ott Abramovics szóban visszalépett, és egy ilyen alapítványra ruházta át hát ha nem is a menedzselését a klubnak, de ezt igazából nem lehet pontosan kiszűrni, hogy ő mit akar, de hát az mégiscsak egy orosz tulajdonú csapat, szóval az biztos, hogy egy bizonyos szint fölött a politika elvárása az, hogy te felbontsd a szerződésed az orosz szponzorral, ezzel, azzal, amazzal. Ezt nem lehet ketté választani, szerintem soha nem lehetett, nyilván a kettő összefügg. De például a Chelsea esetében a világ egyik leghíresebb futballklubja, mégiscsak egy orosz tulajdonú klub, és lehet, hogy az Abramovics most visszalépett, de hát mégiscsak. Hát vagy azt se tudod, hogy az Abramovics mi motiválja, mert azért olvasni lehetett, hogy ő neki azért nagyon jó volt a viszony a Putyinnal, sőt Putyin felemelkedése nem feltétlenül független Abramovicstól. Ugyanakkor ez a látványos... És vice versa. Igen, ez a látványos hátralépés az ő részéről is, mintha azt mondaná, hogy ettől viszont elhatárolódik, vagy ami nyilván egy ilyen kaliberű oligarha, politikus vezető esetében már egy taktikai játék része, hogy ő most éppen mire tesz, és kivel szemben határozza meg magát. Egyébként meg ebben az egész döntési, amit a Tomi a legelején sorolt, elképesztő mennyiségű sportágot érintve, van egy ilyen dominó effektus is, mert egy UEFA is, azért mondhatjuk, hogy egy önálló szervezet nagy döntési jogkörrel, de amikor Lengyelország már egy nappal vagy két nappal korábban kijelenti, hogy ők nem lépnek pályára a világbajnoki pótselejtezőn Oroszország ellen, nem semleges pályán sehol, tudjuk, hogy Lengyel az az ország, ahol nincs pardon az oroszoknak, tehát ott nem is volt kérdés, hogy ők ezt hogy foglalnak állást. Akkor mit tud mondani az UEFA? Ha rákényszeríti Lengyelországot, vagy szankcionálja, hogy ha nem hajlandó pályára lépni, akkor nyilvánvalóan saját erkölcsi megsemmisülését ágyazza meg. Tehát gyakorlatilag lépés kényszerbe került, akkor azt mondta, jó, akkor a lengyelek nem, de akkor nyilván más sem, és akkor az oroszok sem, és akkor az egész így, és akkor dől a dominó, és amint egy UEFA ezt mondja, akkor mit mondhat egy jégkorongszövetség, egy röplabda szövetség, tehát hogy valahol ez az egész olyan szinten döntötte be tényleg villámgyorsan ezt hát az egész sportvilágot. A sakknagymestert pedig ugye most fegyelmi vizsgálat alá helyezték, mert ő pedig ugye az oroszok egyik sakknagymestere nyíltan kiállt a háború mellett. Tehát azért én azt gondolom, hogy itt nem nagyon gondolkozott senki. Tehát, Úgyhogy fekete övét is elvették a tékvandósok. Úgyhogy már tiszteletbeli fekete öve sincs. Hát ugye judo tiszteletbeli elnöki tisztségét vették el, meg az úszószövetségtől volt kitüntetése, azt vették vissza, szóval... Érdekes, hogy a Schalkének mennyire a saját döntése ez, hiszen azért ez a klub kiesett a másodosztályba és a Gazprom ott maradt mellettük. Tehát ráadásul a Gazprom bejövetelekor nyíltan azt fogalmazták meg, hogy komoly riválisai szeretnének lenni valóban a Bayern Münchennek. Akkor volt az, amikor az első évben megérkeztek, megvették Raúl Gonzálezt, aki már a Real Madridba kifele, még tudtak hosszabbítani Manuel Neuerrel, és bementek a BL-be a négy közé. Tehát ott az első Gazpromos év. A folytatás nem úgy alakult, de valóban, tehát a visszajutáshoz kellett volna ez a pénz egész biztosan, ami hiányozni fog, más kérdés, hogy most a másodosztályban se vitézkednek túlzottan. De valóban tényleg, hogy mennyire egy saját döntése a klubmenedzsmentjének, hogy mennyire van hatása rá a Német Futballszövetség vagy a labdarúgó liga, ez soha nem derül ki, illetőleg nem valószínű, hogy az igazat meg fogjuk tudni valaha is.
Nyilván, ha mondjuk a BL főszponzora vagy, meg közben van egy foci csapatod Németországban, akkor az nem baj. Akkor nincs ellentét. Most nyilván érthető okokból. Hát az jelenleg is nem akarom elviccelni. Nyilván, nem merül fel a BL az összeférhetőség. Az agressziót én is elítélem, és együtt érzek mindazokkal, akik ezt elszenvedik, de hát azért ezt azért említsük meg zárójelbe. Az nem volt baj. Most minden baj. Hát? És tényleg szerencsétlen sportolók azért erről nem tehetnek. Volt a Schalke-nak 20 éven át a menedzserei Rudi Assauer nevű figura, egy érdekes, ilyen hollywoodi sztár jellegű ember, szivarozott mindig, meg kicsit... Voltál a VIP-ben nála? VIP-ben nem, de a sajtóban találkoztunk, meglepődött. Lejött hozzá. Kértem tőle autogramot, és ez nem jellemző a Bundesliga meccseken, vele nem a Skyboxban találkoztam, és ő mondta aztán, amikor távozott, hogy olyan lehetőségei sajnos soha nem voltak, hogy a Grasspromban dolgozhasson, a folytatásban lettek, de a kérdés tényleg utána, hogyan tovább, mert azért itt nagyon komoly lukakat kell betömni. Na, hogyne. Nemzetközi szinten is, itt a Krisztián nagyon jól beszélt, tehát itt például a katari tőke, hogyha, vagy a szaudi tőke kijön a nemzetközi futballból, ott óriási visszarendeződés, visszatérnek azok a korábban nagyon erős klubok, akik ezzel nem tudtak lépést tartani, de valóban érdeklődéssel várom az eseményeket. De hát vigyük le arra a mikroszintre, most akkor tényleg nem csak a pénzügyi oldalát nézve a dolognak, hogy majd biztos megint muszáj lesz ugye a MOL-Fehérvárról beszélni. Négy ukrán játékos nélkül lépett pályára a hétvégén a Viddi Pakson, teljesen érthető okokból, nyilván egyikük sem volt olyan állapotban, hogy most a futballra tudjon koncentrálni, de ez a dolog, ez el fog húzódni, tehát mi lesz most azokkal a sportolókkal, akiknek egyébként, és legyen szó oroszokról, ukránokról egyaránt, játszanak valahol külföldön, pályára léphetnek, mert az ő csapatukat nem tiltják el, nem zárják ki. Azért ezzel a teherrel, súlyjal, a donyecki brazilokról volt ugye Zappan operába illő sztori, hogy Olaszországon keresztül valahogy sikerült elhagyni, ráadásul az a megy, az olasz edző Pesten keresztül, amire elvileg az egész háború a csapat egy részét a Fradibusza hozta haza Ukrajnába. Na hát azért mondom, a haza ide Magyarországra. Fradibusz. Jó, nekem őszintén szóval ez egy picit furcsa volt, én ezt a videóüzenetet nem teljesen tudtam értelmezni, amit a szakmai stáb küldött Budapestről a donyeckieknek. Tehát evakuválták őket, nyilván féltik az életüket, majd odaüzentek, hogy veletek vagyunk. Hát akkor nem, valamit akkor nem értek. De nem biztos, hát hogy ez egy szolidaritás volt szerintem azokkal, akik nem jöhettek. Nem biztos, hogy egy olasz edzőnek, vagy egy portugál szakmai stábtagnak a háborúja ez. Én azt gondolom. A Dicerbi üzent, és... Ez érdekes, ezek gondolkodtam, hogy ők mennyiben jöttek Donyeckből, mert a Donyeck már 5 éve, pont a háború kirobbanása óta nem játszik hazai pályán meccseket. Tehát most játszottak Harkivba, játszottak Lvivbe, most Kijevbe játsszák a nemzetközi meccseiket, bajnokikat nem követtem, de annak a csapatnak nyilván Saktyor Donyeck, de a központja nem gondolnám, hogy ott lenne abban a térségben. Most kérdés, hogy ők onnan jöttek, illetőleg lehet, hogy az edzőközpont ott van, és csak a meccsekre repülgettek, a hazai meccsekre más városokba, de ez egy érdekes helyzet valóban, mint a Sheriff Tiraspolnak az ukrán edzője is, hogy ott hagyta a csapatát, és ő fegyvert fog. Ez érdekes helyzet, nyilván olyan lelkivilágok, amivel nem nagyon tudunk azonosulni, mert nem kerültünk még ilyen helyzetbe, és remélem nem is fogunk. Érdekes volt, hogy ezt a Saktyorként nevezted meg, mert hogy mi annak idején így tanultuk meg, de ugye ez a szovjet-orosz időkben volt, és ezért lettek ők Saktár, hiszen az ukránok, ha valamire nagyon kényesen, a saját neveiknek az ukránosítására azonnal törekedtek, amint függetlenné váltak. Mondom, itt egyéni szinten zajlanak le óriási drámák, és tényleg különleges szituációk, tényleg említette te is Medvegyevet, gyakorlatilag 18 éve először van ugye, hogy nem a nagy hármas vagy Murray vezeti a tenisz világranglistát, oda felkerül ez a srác, abszolút kalapot le, óriási teljesítmény, és akkor most az ő nemzetisége az majd, hogy nem jobban fókuszban van, mint hogy egyébként milyen sporteredményt ért el. De ott van ugye Rubjov, ugye? Rubjovnak kell mondani, ugye, aki ugye rendszeresen, ami Fucsovics Marcinkat megvert, ugye hétvégi tornán az elődöntő után írta rá ugye Fisztollal a kamerára, hogy no war please, tehát ne legyen háború, kérlek. Tehát, igen. Hogy itt azért az orosz sportolók nagy része, én azt gondolom, hogy 99,9%-ban legalábbis, ami eddig eljutott hozzánk, ők mind elítélik ezt a fajta agressziót.
Visszatérve még erre a Shakhtar egy pillanatra, Irina Takhmetova a klub tulajdonosa, aki egy orosz oligarha, de Ukrajnában él, és itt már voltak az évillongások korábban, például az ukrán hoki válogatott azért nem tud visszamenni az elitbe, mert pár évvel ezelőtt volt az, hogyha az ukránok játszanak az ukrán válogatottba a divízió egyben a visszajutásért, akkor a KHL kizárja őket, mert így nem számítanak külföldinek. Tehát egy nagyon érdekes faramúci helyzet volt ott is, hogy az orosz központú KHL azt mondja, hogy elfogadom, hogy ti oroszként vagytok számon tartva, hol ott ukrán csapatban játszotok, de ha játszotok az ukrán válogatottba, akkor csak külföldiként játszhatnátok a KHL-be, az meg nem annyira nagy okosság, mert akkor elveszi a helyet az amerikai és a kanadai és a finn vendégmunkások elől. Tehát korábban is voltak ezzel kapcsolatban érdekes helyzetek, de nyilván ez a mostani, ez durvább korábbi miaknál mindennél. Az mondjuk szerintem érdekes kérdés lehet, hogyha a véget ér ez, és reméljük, hogy ez nagyon hamar véget ér, hogy mi a feltétel annak, hogy játszhasson mondjuk az orosz labdarúgó válogatott a FIFA égiszén, vagy az UEFA égiszén belül? Mi a feltétel? Mi volt annak idején a feltétele Jugoszlávia visszatérésének? Hát megkötötték a békét, és Jugoszlávia továbbá nem létezett már. Tehát, hát azért létezett, mert még... Ha nem Jugoszláv válogatott, úgy értem, Jugoszláv válogatott nem volt. Mi ugye Jugoszláviával játszottunk 97-ben pótselejtező, tehát ugye utána még ezen a néven, bár ugye más területi viszonyok mellett... Jó, hát ott más felbomlott egy... Montenegro... Ott de azért felbomlott egy ország. Önálló országok, önálló szövetséget akartak alapítani, és a FIFA-ba, UEFA-ba kérték a felvételüket, ennek nem volt akadály, és onnantól kezdve Prosinecki már a horvát válogatottban játszott, Pandev meg a macedón válogatottban játszott. Tehát, hogy... Jó, csak a horvát ebben a tekintetben nem mint agresszor fél volt elkönyvelve. Ez más, mert ott nyilván felbomlott egy korábbi igen, ország. Csak ott Jugoszlávia volt elkönyvelve, és volt az agresszor. A Krisztián kérdésére válaszol, mindenki alig várja, hogy Oroszország... Meg azt, hogy ez legyen a téma végre. Tehát igen, ez legyen a téma, mikor játszhatnak a háború, és meg lehessen állapítani, hogy Oroszország immár nem szankcionálandó, és akkor nyilván az orosz csapatok sem, mármint a sportcsapatok sem lesznek szankciók alatt. Addig pedig hát a sportolóiknak abban kell bízni, hogy mondjuk egyénileg ők sportolhatnak. Tehát mondjuk egy orosz labdarúgó, ha elszerződik egy külföldi csapatban, vagy ott játszik, akkor ettől még majd pályára léphet, nem tudom, Németországban, vagy ahol éppen játszani igen, kell. Bár hozzáteszem, ha most ebben a pillanatban születne meg a békeszerződés, az az orosz labdarúgó pontosan ugyanaz lenne, aki most pályára léphetne, mint aki jó, még 5 percen tudjuk, ezelőtt. Tudjuk, Krisztián, a politikáról beszélünk, nem a sportról itt. Az a kérdés, hogy mit gondoltok, hogy a magyar válogatott fog-e VB pótselejtezőt játszani? Elég izgalmas lenni, hiszen a lengyelekkel amúgy egész jól pariban voltunk. Sőt, ugye legutóbb ugye legyőztük őket. A selejtező utolsó körében. Igen. Részben tét nélküli mérkőzésen sikerült azért a lengyeleket legyőzni. Ugye itt egy mérkőzés lenne. Ha marad az eredeti sorsolás, és az a csapat veszi át Oroszország helyét, és úgy, ahogy, akkor itt lenne Budapesten, mert hogy ugye Oroszország-Lengyelország mérkőzés lett volna Moszkvában. Csodálatos sikertörténet. Egy biztos, ha mi ezután megnyerünk a VB-t, a játékosokra nem mondhatnak, hogy a tengerparton készültek éppen. Kicsit nagyobb lenne a Sóstói stadion fejében, akkor játszhatnak a meccset itt, és meghívnak a Flamengo-ból Paulo Sousát, hogy végezzel a kezdőrugát. Hát, elég érdekes körülmények között hagyta tulajdonképpen cserben a lengyeleket. Nem gondolom egyébként, hogy ez a kvázi a sportsajtó is ilyen negyedik variációként kezeli, bár teszem hozzá, hogy az első variáció, ahogy sorrendben van téve legtöbb helyen, az meg teljesen abszurd, hogy a lengyelek játék nélkül jussanak be ugye ebbe a mini playoffnak a döntőjébe, miközben 4 nappal korábban a másik ágon meg élethalálharcot vívva, hát, a Svédország csehoz. Az oroszok kivégzett a szlovákok? Szlovákok. Szerintem őket fogják szlovákok előre végeztek, léptetni. Ugye szóba került még azt hiszem Norvégia, mint legjobb csoport harmadik, és akkor ők ugye ebben az összevetésben verik Szlovákiát, és ugye az jött még szóba, hogy a Nemzetek Ligájából töltik ezt föl, ahol ugye az osztrákok már ugye bejutottak, illetve a csehek, és itt az erős sorrendben lennénk mi a következők, tehát itt Na. Jó, hát teljesen mindegy, mert úgyis kapunk egy-két zárt kapus meccset büntetésre. Tök mindegy, mi lesz.
Legyenek, el nincs baja senkinek, nagy szolidaritás van a két. Nem, csak hogy általában véve. Én nehezen tudom elképzelni, mi kerüljünk oda, már hát meglátjuk. De akiket viszont ennél lehet közvetlenebből érinteni fog a hokisok, hiszen ott is ugye arról van szó, hogy a fehér orosz és az orosz válogatottat kizárják a átcsoportos világbajnokságról. Valószínűleg a divízió egyből, ahol mi vagyunk, fellép két csapat, és ott már a mi előrelépésünk ilyen szempontból utána akár könnyebb is lehet, mert vagy alulról töltik fel a mezőt, vagy játszunk három ellenféllel. Nem gondolom, hogy három héttel később mi pályára lépnénk az alcsoportban. Talán nem, szerintem... nem ott, hanem hogy most a feljutásért lenne könnyebb dolgunk, hiszen a... De a kérdés az alcsoportos VB kapcsán, a május közepén rendezendő kapcsán, hogy a két legjobb kieső játszhat majd vissza. Nem tudom, ez is egy új helyzet, mint ahogy tényleg azt, hogy mi játszhatunk-e VB pótselejtezőt vagy sem, az szerintem nem csak hogy az adott ország szövetsége, még szerintem a FIFA-nál se tudja senki. Tehát az annyira képlékeny, még szerintem még elképzelésük sem lehet. Tehát biztos, hogy nincsenek forgatókönyvek, mert nincs mire még. Milyen szerencsé, hogy decemberben lesz a katari világbajnokság. A világbajnokság, de ugye a pótselejtező az március végén, tehát ugye 24-én rendezték volna ezt az Oroszország-Lengyelország mérkőzést. Azt lejátsszák augusztusban is, ha kell, tehát én nem gondolom, tehát időben valóban akkora távolság van rá 9 hónap. Én azt sem tartom kizártnak, hogy mi kimegyünk innét a stúdióból, és megvan a döntés. Tehát ugye nagyon hamar hoztak, tegnap reggel fölröppent a hír, hogy akkor kizárják a Moszkvát, a Spartakot, és aztán délután meghozták a döntést, hogy igen, kizárjuk a Spartak Moszkvát és a Lipcse játék. Például a szoboszlai Dominikék akkor játék nélkül mennek tovább, így van. Ott más a helyzet, mert nyilván most ők kettő meccsen játszanak kevesebbet, de nem arról szól a történet, mint itt a mini playoffban, hogy 4 nappal előtte viszont nem játszol, és a pihenten fogadod, meg közben kielemzed a cseh vagy a svéd válogatottat, hanem igen, itt igenis azt gondolom én, hogy a fair play és a sportszerűség megköveteli azt, hogy legyen a lengyel válogatottnak is egy ellenfele. Hát érdekes, tényleg nagyon. Hát ezen az alapon egyébként akkor a Lipcse csak kellett volna valakivel játszania, nem? Azért mondom, ott más a rendszer, mert ugye ott valakit kiejtett már a Spartak, ott nem ilyen szorosan követik egymást a mérkőzések. Oké, kettő meccsel kevesebbet fognak játszani addig, de közben nyilván lejátszanak 4 bajnoki mérkőzést. Tehát ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy más a helyzet. Lehet, hogy egyébként most én nem tudom, hogy a Spartak éppen kit vert ki, nincs meg. Nem kivert, hanem megnyerte a csoportját az Európa Ligában, ugye az idei rendszer olyan, igen, hogy a csoport elsők egyből bekerültek a 16 közé, a második, aki játszottak a BL harmadikakkal most egy kör, tehát a Spartak ellenfélre várt, ő hozzá sorsolták a Lipcsét. Nyilván macera akkor, mert most a csoport második az meg már játszott, szóval... Így tiszta, abszolút. Jó, én azt gondolom, hogy én abban bízom, hogy egy hét múlva arra fogunk beszélgetni, hogy akkor itt véget ért a háború, és akkor mi lesz az orosz csapatokkal, és mármint az orosz sportcsapatokkal, és hogyan térnek vissza. Legyen így. Sokkal vidámabb, de mégsem vidám a következő témánk. Ugye ez pedig a MOL Fehérvár, amely ugye ebben a... Hát igen. Elmutatjuk, hogy márciust írunk, az évnek a harmadik hónapjában járunk, és még ugye elsője van, tehát nyilván azért ez egy picit olyan sarkos, de hogy az év harmadik hónapjában vagyunk, és a MOL Fehérvár még nem nyert bajnoki mérkőzés, pedig ugye január közepe óta tart a bajnokság. Legutóbb ugye Paksom kapott ki a csapat 3-2-re. Én bevallom, csak online követtem az eredményeket, és amikor azt láttam, hogy vezet 2 góllal a Vidin, azt gondoltam, hogy persze fog rúgni majd a Paks is, de hogy ez a rendkívül jól szerzett paksi védelem most akkor beleszalad a késbe, kap egy 4-est, egy 5-öst, és végre megvan az a siker, amiből lehet majd táplálkozni. De Lacihoz fordulok, aki a helyszínen nézte végig ezt az összecsapást, ezért mindjárt irigyek vagyunk rád. Gyerekek, nekem mindent ad az élet. Adott rendesen mennyire, az élet. Ugye, azt hallottuk már sokszor, meg mi a rádióban szoktuk is emlegetni a Zolival, most is, hogy visszatértünk a Vörös Marti rádióba, hogy hát ugye gólok nélkül kell értékelni a mérkőzést, ezt mondta egy labdarúgásban nagyon-nagyon járt a szakember. Hogyha gólok nélkül kéne értékelni ezt az összecsapást, akkor 0-0 lenne a végeredmény. Ez biztosan kérdezik. Tehát milyen volt a meccs? Mennyire látszik bármiféle előrelépés, vagy tényleg ez... Engem tudod, mi érdekelne először? Mit olvasol le a játékosoknak a testbeszédéről? Ez sokat elárul, én azt gondolom.
önbizalom tekintetében. Rúgott két gólt a Vidin nagyon gyorsan, két szerencsés gólt, és utána olyan volt, mintha megijedtek volna az eredménytől, tehát megszűntek a jó passzok, nem nyertek pár harcot a középpályán, és aztán a Paks szépen lassan fölénybe került. Az egyik legjobb magyar sportvezető Haraszti Zsolt fia, aki a Vidiben és a Fradiban is ezt a tífjabb Haraszti Zsolt rúgott egy elképesztő gólt. Salu István mellett néztem a mérkőzést, és ne kérdezzétek meg, hogy hol. És a Schalke Skybox számon. Gelsenkirchenben egyébként, az egy félelmetes stadion, életemben először találkoztam Gelsenkirchenben, 98-ban adták át a 2006-os VB-re, és elkezdett szakadni a hó, és nem a Skyboxban voltunk, de behúzták fölöttem a tetőt 9 perc alatt. Tehát, hát mert ott voltál ilyenkor rögtön. Pakson is behúzdák, ha egyszer esné a hó, de tehát ott van esik. 60.000-es meccs, és eljön a rossz idő, és egyszer csak sportcsarnok lesz a futballstadionból. Ezzel azóta sem nagyon szembesültem. Visszatérve egy éles látásra, rúgott egy gyönyörű gólt, és Bognár Györgyben látom azt, amit nagyon kevés magyar edző tud, hogy 15 perc alatt bármely meccsen, a Kisvárdi ellen 0-2-ről visszajöttek a meccsbe 3-2, végül nem tudták megőrizni. De a Vidi ellen is, nem tudom, mi játszódik le a fejében, tehát néha olyan érzésem van, hogy tényleg adhat két gól előtt az ellenfélnek, a végén valahogy úgy is megnyerik. Nincs az érzésed, néha, hogy rulettezik? A pálya. Már nincs. És mondom, a Vidi 2-0-ig kimondott, ha jól játszott, és utána pedig jött a Paks folyamatosan, és aztán 2-1-nél volt egy Nikolic helyzet, ami nem ment be, de akkor már kapufákat rugott a Paks, és a végén nem volt meg a Vidinek a játéka. Pont aztán mondta Salu István a végén, nagyon el volt keseredve, hogy az életálma teljesült, hogy Fejvárról legyen igazgató, úgy gondolja, ez az igazi kihívás, ez a klub, ez ami neki való, és egyszerűen bármit húz, bármit lép, egyszerűen mintha minden összeesküdött volna ellene. Az más kérdés, hogy tényleg öt vereség a játékban, szerintem jön előre ez a csapat. Hát eredményekben még nem mutatkozott meg, de biztos, hogy megfordult. Tehát a Paksi meccs után gondoltam azt, hogy szerencséje sincs ennek az egyletnek, tehát úgy gondolom, hogy most már biztos, hogy történnek kell valami. Bocsánat, csak azt akarom mondani, hogy viszont tehát ez nem lehet véletlen, hogy te is azt mondod, amit ugye Szabics Imre mondott a Honvéd elleni mérkőzés után, és kiröhögte az ország Szabics Imrét, hogy 1-0 után azt érezte, hogy a csapat megijedt. És te most azt mondod, hogy 2-0 után megijedt ez a csapat Pakson. Akkor itt valami valóban mentális típusú hiba van, és az, amit ugye Salló István is itt elmondott, hogy nincsenek meg a nyerő típusú játékosok. Teszem hozzá Makarenko szerintem az, aki ugye nem lépett pályára, Zoli az előbb már utalt, bizony, hogy az ukránok nem játszottak ezen a mérkőzésen. Hát négy ukrán és azért négy olyan játékosról beszélünk, három szerintem mindenképpen meghatározó lett volna, középső védő, szervező középpályás, szélső védekező, tehát nincs olyan fontos eleme a pályának, vagy része a pályának, onnan ne hiányzott volna egy egyébként célirányosan többség Sallói által igazolt jó játékos, de nyilván nem lehet csak erre fogni a vereséget. Biztos, hogy iszonyú komoly spirálban van most lefelé a csapat, bármennyit is poénkodunk, meg viccelődünk azon, hogy mennyit keresnek a játékosok, meg mit teljesítenek érte, meg hol van a magyar foci. Sportemberként szerintem mindenki tudja, aki életében bármit is sportolt, vagy játszott akár csak kispályán, hogy nagyon-nagyon rossz az, amikor idegesíted is magad, föl is húzod magad, zavar is ez az egész, és nem tudsz kijönni belőle, és nincs, aki kihúzzon. Biztos, hogy van önbizalom probléma, úgyhogy tényleg csak szurkolni lehet, hogy most már szerencsétlenek hozzanak már össze, mert most már lassan nézzük a táblázatot, és viccelünk, hogy közelebb van a kieső zóna jelenleg, mint a dobogó. Közelebb van. Na, és most még mindig van hátra elég meccs. Na most amíg Zoli... Igen? Beszélt, addig kihasználtam az alkalmat, és előkerítettem, amit kikutattam. Tippeljétek meg az esztendőt, hogy melyik évben járunk. Ugye most öt vereségnél járunk, ugye? Öt bajnoki dugónál. Igen. 2001-2002. Elugrott a lap, addig beszéljetek valamit. Tehát a beszélgetésben ezt megbeszéltük, de én is találtam egy fórumot, ahol ezt beírták, hogy ott a 2000-es évek elején volt ez a... Lelövöd a poén. Ezért mondtam, hogy 2001-2002. Ezért mellóztam ennyit. Nem elég, hogy viszont az osztalolod végig a telefonját nézve. De azt olvasd, hogy nyugodtan vedd fel a telefont, kivel játszottam? Dunaújváros-Fehérvár 1-0. Igen. Fehérvár-Sopron 1-2. Micsoda csapatok? Honvéd-Fehérvár 1-0, Ferencváros-Fehérvár 5-0, Fehérvár-Vasas 2-3.
2001 márciusa. 5 meccsből 3 az NB1-be sincs, 2 az NB2-be sincs jelenleg. Utána jött egy döntetlen a Debrecennel idegenbe, és még utána 2-1-es vereség Zalaegerszegre, és utána jött Zsinórba 3 győzelem. 2000-2001-es szezon, akkor kapott ki utoljára 5 bajnoki meccsen sorozatban. Én most nem akarom meghallgatni, hogy éppen lett. A Laci hanyadikos volt, meg a Zoli Hó, vagy ki hol dolgozott. Hogy nem domináltuk ebben az időszakban. De az a szörnyű, hogy nem tudom felidézni, tehát ez az az időszak volt, amikor az ember még járt meccsre, még érdekelte, de ez az elkeserítő, tehát hogy nagyon sötét korszaka volt ez azért a fehérvári futballnak, itt volt az, amikor már túl voltunk ugyanazon, hogy mit tudom, hogy 2 év alatt 4féleképpen hívták a csapatot, meg cipőkereskedőktől, nem tudom, pékekig vezették vállalkozóként közvetlen rendszerváltás utáni nem annyira vidám időkben. De tény, hogy ugye 2000 volt az, vagy 99 volt az az év, amikor kiesett a Vidi először, hát a komolyabb időszak óta Verebes József irányítása alatt. Rögtön utána visszajutott, tehát ez az első NB1-es évünk volt a visszajutás után, tehát Csank János lehetett talán az edző. Már Várhidi volt? Mert ugye Csank volt, akivel a NB2-t végigverte a Vidi. Visszahozta az NB1-be. Aztán elment a Fradiba, mert már amikor elvállalt az NB2-es Vidit, vagy akkor NB1-B-nek hívták, lehet éppen NB1-nek hívták, mert akkor ott PNB, mert nem emlékszem, mindegy. Tehát a másodosztály Vidit pont elvállalta, és szavát adta, hogy akkor itt folytatja. Akkor jött a megkeresés a Fraditól, aztán Páncsics Miklós kereste meg. Nem mindegy, hát és egy évvel később meg már nem tudott ellenállni. Igen, több mint 100 ponttal nyert bajnokságot a Vidi. Egy-két döntetlen volt. A másodosztályban. Igen. És utána Várhidi volt másfél évet, és aztán őt és követte. És az a vissza, hogy még Várhidivel is, Bicskei Bertalan. A Várhidi is az első időszak kifejezetten jó volt. Akkor volt egy olyan sorozata a Vidinek, hogy egész jó eredmények. Negyedik volt télen, és elkezdtek beszélgetni a Bajnokok Ligájáról, és aztán végül is a csapat hetedik lett. Ott fogadtam az akkori válogatott középhátvéddel, hogy szerintem bajnokok lesznek. Szerintem mondta, akkor most idézzük, hogy ki volt az, aki azt mondta, hogy gólok nélkül kell értékelni a mérkőzéseket. Valamelyik korábbi Vidi edzői. Igen. Jó, hát... Hát szörnyű, ezt tényleg nagyon sötét korszakot idéz. Most már nem tudom, hogy egyébként egy fogadó iroda például mekkora ocsal adná, hogy a következő meccsét is elveszti a Vidi, de hát a Fradival fogunk játszani? Vagy ki jön? Zalaegerszegre. Vagy március 13-án. Játsz. Másik sasszemű. Jó, de nagyon három percünk van, és nem szabad, hogy ne vidáman zárjuk. És jó hírekkel itt a végét. Ugye a harmadik hely jutott be az osztrák hokiliga rájátszásába a Hidrofehérvár OV 19. Óriási gratuláció egyébként a csapatnak, és ugye most nem játszanak a héten, mert ott most van a mini playoff, amiből ugye ketten majd bemennek a legjobb 8 közé. Harmadik hely, pályaelőny, mit gondoltok, meg lehet végre az az áttörés, hogy megy egy kört az osztrák hokiligában a volán? Vagy inkább itt kérjem a végefőcímet. Hát ha nem a Ljubljanával játszunk, mert történelmi pályaelőnyről elvesztett rájátszásos párharcunk egy van. A matek alapján egyébként a Ljubljanával kellene játszanunk, hogyha az első a 8., a második a 7., a harmadik a 6., ugye mi harmadikok lettünk, 6. a Ljubljana, és a Ljubljanát ugye ebben a szezonban 4-4 vertük. Igen, tehát én félek, hogy most van választás, vagy nincs választás. Tehát Ljubljanát ki fogja valaki magának szedni, szerintem amióta előttünk. Amióta választás van, de majd Laci ez biztos jobban tudja, amikor először lett választás, akkor valamelyik csapat, talán az Salzburg vagy a Klagenfurt belevariált, és nem azt a csapatot választotta, aki jutott volna neki, és kizúgott. És onnantól kezdve én azt gondolom, hogy nagy százalékban, túlnyomó részt mindenki azt választja, aki jut neki, mert akkor nem tudják azt, hogy te... Ilyen vagy, ha beleokoskodtál, 7. helyet beválasztott, az 5., az kizúgtál. Pont a Red Bull Salzburg miatt hozták ezt a szabályt, mert mindenki el akarta kerülni. Voltak elképesztő meccsek, hogy Lamoró kijött, amikor büntetőt lőtek neki, mert mindenára el akarták kerülni a Red Bullt, akik úgy álltak a szezonokhoz, hogy elkezdjük valahogy, és aztán igazolunk még NHL játékost, 1-2-3, és a végére annyira megerősödtek az átigazolási szezon végére, hogy a 6. helyről is gond nélkül megnyerték a bajnokságot, és mindenki el akarta kerülni, és voltak, hát nem bundák, csak furcsának tűnő eredmények, tényleg, amikor egy kapus nem véd. Volt olyan meccs, hogy Fehérvár nem szeretett volna nyerni, és véletlenül az ellenfél ütött egy öngolt, és a bíró befújt, és a Horváth András volt, gól volt, nem volt gól, de az volt, tehát elképesztő eredmények lettek, és aztán több sportákban is ezt átvették, hogy a nagy testvért nem akarta senki választani,
De az biztos, hogy most a Volánnak valóban van esélye, de mindig úgy megyünk neki, hogy van esélye a négy közi jutás. A legtöbbször a Bécs búcsúztatta a Fehérvárt, az tényleg most egy óriási sakjátszma. Itt vannak utazási tényezők is, hogy nyilvánvalóan a Filak szívesebben játszik a Klagenfurttal, de az függ attól, hogy ki melyik csapat mennyire erős. A Bécs szívesen játszott mindig velünk, és valóban itt mondom, itt a Red Bull elkerülése a döntő momentum, így ezzel a választással a felülvégzők választási helyzetben vannak, nekik ez menni fog. Szerintem azért is jó, vagy érdekes lenne, de nem fogjuk ezt megtudni, most ugye mi választhatunk, szerintem most minket azért nem nagyon választanának szívesen ellenfelek, és akit esetleg választunk, az nem lesz feltétlenül boldog ettől. Szerintem meg túljutunk. Az első rájátszás körön, úgyhogy ott leszünk a legjobb. Nagyon jó végszó a műsorra, Krisztián, Zoli, Laci. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk egy hét múlva. Önökkel is ez volt a Kezdőkör, viszontlátásra. Press start.